Szia! Ebben a videóban gyakorolhatod a birtokos személyjeleket többes számban. Egészen pontosan mi és ti formában. És ezt úgy csináljuk, hogy én mindig kérdezek valamit, például van nektek, tehát neked és a családodnak, barátodnak vagy barátnődnek valamilyen. És te mindig mi formában válaszolsz. A választ majd itt látod a példában is, csak el kell olvasnod, hogy gyakorold a kiejtést. Készen állsz? Első kérdés. Van kutyátok? Nekünk nincs kutyánk. Van macskátok? Nekünk nincs macskánk. Van tévétek? Nekünk van tévénk. Van kávéfőzőtök? Nekünk van kávéfőzőnk.